Sziasztok, sziasztok! Nevem Gábalázs, itt az előttünk egy Acer notebook van, méghozzá az Aspire VX15. Az Aspire sorozatban általában nem szoktunk nagyon gaming készlékeket látni, hanem csak a Nitro készlékekről beszélünk, és most az Acer egy újabb készléket, 15 inches Full HD-s notebookot, ahogy látjátok itt a tényleg adatokon, hozott ki igazából, ami már most a boltokban van, és nem csak jól néz ki, hanem igazából egy kicsit olcsóbb készlék lesz, ami azt jelenti, hogy csak 999 euróját lesz meg kapható, vagyis 200-al olcsóbb, mint a Nitrók ilyen kategóriában kb. És ezáltal látjátok, csak egy 1050-es grafikus kártya lesz majd benne, Nvidia-tól nem 1060, de mindjárt megmutatom részletben a különbségeket itt kívülről. Persze a dizájnnal kezdődik, itt látjátok, hogy a billentyűzet meg van háttérvilágítva igazából, de például a trackpad körül csak egy ilyen piros csík van. Itt is látjuk kicsit, hogy Alienware-esnek hívnám igazából a dizájnt egy kicsit, de külön oldalról persze egy csomó kis bemenet van, mint hálózat, HDMI, USB 3, és ez itt egy C-típusú dugó, de csak USB, szerintem ez is 3 sebességgel, de adapterekhez persze nagyon jól lehet használni, hogyha akarnánk használni. Elől majd csak egy pár státusz LED van, és a másik oldalt megtalálunk még egy SD kártyavasót, persze tölteni is fel lehet itt a készléket. A sima csatlakozó, sima töltőcsatlakozón, Kensington headset, és igazából már ennyi is volt. A képernyő nem lehet túl messze hátrahajtani, most oldalról, hogy látjátok, a képernyő még nem olyan szép, legalábbis a színek nem olyan szépek, azért még ez egy pre-production, nem kész készlék, pedig már a boltokban van igazából ez a notebook, de itt még egy más panelt raktak bele. Majd látjátok, lentről van egy pár csavar, amit szét kéne szedni, hogy bele tudjunk rakni több RAM-ot például, de én már látom se a RAM-ot, SSD, meg más dolgokat is persze lehet belekérni, attól függ, hogy a boltban persze milyen konfigurációval árulják. Van a tetején egy kamera, és ezt többé nem is tudjuk nézni, milyen a minőség, de különben persze gaming készlékként most egy játékot kéne bemutatnom, de az persze most sajnos ezzel még nincs installálva. Itt látjátok, nagyon jól néz ki a kamera minőség, ahhoz képest, hogy egy gaming olcsóbb notebooknak számít, ez a VX15, ahogy említettem, hamarosan kapható lesz Magyarországon is persze. Köszönöm, hogy néztetek, nevem Gábor Balázs, és legközelebbig.